Nyáron az utazások és szabadságolások miatt hagyományosan kevesebben jelentkeznek véradásra. A rendszeres véradókat célzottan SMS-ben, e-mailen vagy telefonon keresik meg, ezzel biztosítják a közel állandó donorszámot. Dr. Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese kérdésünkre elmondta, hogy azokat, akik még soha nem adtak vért, különböző tematikus kampányokkal próbálják elérni. Nyári időszak az mindig nagyobb kihívás a számunkra, hiszen az emberek akkor nyáron töltik a szabadságuk jelentős részét, sokkal többen vannak távol a megszokott hétköznapéktól, ebből adódóan sokkal több embert kell megszólítani ennek érdekében, a szükséges mennyiséget biztosítani tudjuk. Idén augusztusban a szépségiparból ismert emberek álltak a véradás népszerűsítése mellé. Hozzuk divatba a véradást, ezzel a szlogennel érik el a fiatalokat, illetve azokat, akikben már megfogalmazódott a gondolat, hogy vért adjanak, de szükség lehet valamilyen motivációra. Az első egy hét adataiból látszik, hogy törekvésük már most sikeres, 10-12%-kal mennek többen vért adni a tervezett létszámhoz képest. Ez dr. Nagy Sándor szerint nagyon jó eredmény, figyelembe véve azt, hogy a levett vért 5 napig tudják tárolni, ezért folyamatosan kell vért venni és a készleteket frissen tartani. Azért azt tudni kell, hogy ez egy nagyon finomra hangolt gazdálkodás. Ha ez 5 nap alá 4 nap környékére sikerül, akkor azt mondjuk, oké, figyeljünk oda jobban, próbáljuk erősíteni a toborzáson, hogy vissza tudjuk pótolni ezt a mennyiséget. Nyáron, mint említettem, ez mindig nagyobb kihívás, ez a nyár meg különösen, hiszen a Covid után a kórházak most gőzerővel dolgozzák le a várólistákat. A tervezett műtéteken túl a baleseti beavatkozások is sok vért, vérkészítményt igényelnek. Hogy a véradói kedv emelkedjen, augusztusban minden donor részt vehet a heti nyereményjátékokban, és apró, szimbolikus, szépségápolási kedvezménykupont is kapnak. Maga a véradás kevesebb, mint 1 órát vesz igénybe, és 3 betegtársunk életmentéséhez is hozzájárul. Szinte bárki adhat vért, aki elmúlt 18 éves és egészséges.